Néhány nap múlva már szeptembert írunk, így az ígéretek szerint hamarosan szolgálatba kell állniuk a határvadászoknak. Jön Fábián Barna. Köszönöm szépen, Bakondi Györgye vendégem, a miniszterelnök belviztonsági főtanácsadója. Jó estét, Köszönjük, tábornok. Ha már Német Balázs kollégám ezzel kezdte, én ezzel folytatnám, hogy áll a kiképzés, és egyáltalán mit tartalmaz ez a kiképzés. Megkezdődött a kiképzés, tehát nem azt a módszert választottuk, hogy megvárjuk, hogy a 2200 fő felvételre kerüljön, és akkor majd indul a tanfolyam, hanem ahogy az első pár száz felvétel megtörtént, a kiválasztás befejeződött, felszereltek, akkor azonnal elindult a, a képzés, úgyhogy szeptember végére az első alegységek meg fognak jelenni a határon, intenzíven zajlik ez a kiképzés, tulajdonképpen azt tanulják meg, amit a határőrizethez szükséges, hiszen ők az általános rendőri ismeretek egészét nem kell, hogy elsajátítsák, de a határőrzettel összefüggő nemzetközi belső jogi szabályokról, a fegyverhasználatról, kényszerítő eszközök alkalmazásáról, eljárásrendekről, okmányokról, igazoltatásról, gyakorlatias, meg alapos képzésben részesülnek, lövészeteket hajtanak végre, gyakorlatiasra képzés, és ezt követőleg kezdődik meg a szolgálat ellátásuk, előreláthatólag szeptember végéig. Valamilyen előképzettség szükséges volt ehhez? Elég vegyes az összetétel, tehát vannak akik, mondjuk voltak katonák, voltak akik, vannak akik a polgárőrség kötelékében hát hasonló rendvédelmi támogatási feladatokat elláttak, és vannak akik nem rendelkeztek különösebb előképzettséggel, ez a kiképzés megfelelő alapot ad arra, hogy a szolgálatokat elkezdhessék. Nyilván a csoport vezetését azt egy korábban már képzett csőd hivatal. Természetesen, ugye összességében egy ezred jön létre, egy határvadász ezred, és akkor megyénként több század, tehát egy század kötelékbe szervezik őket, századon belül szakaszok vannak, azonban rajok vannak, tehát ezeknek az élén hivatásos rendőrök. Állnak, mint hogy az ezred vezetése is hivatásos rendőrökből áll. Tehát mondjuk úgy, hogy a, a tisztikar, az irányító réteg az hivatásos rendőrökből áll. És ugye eddig is úgy volt, hogy a bács megyei, illetőleg a Csongrád megyei rendvédelmi, rendőri szervek ellátták a békeidőszaki határozati feladatokat, ehhez képest meg volt a megfelelő létszámuk, az útlevékezelésnél, a zöld határnál, Azonban a kialakult helyzet 2015-től kezdve azt igényelte, hogy mivel ez a, ez a létszám nem tudta ellátni a határzetet ilyen nyomás mellett, hogy az ország más megyéből vezényeljünk oda rendőröket, később pedig a Magyar Honvédség erőit is határa kellett vezényelni. Itt most a, egy olyan tartós határozati rendszer kiépítése a cél, amelyik ezt az idéglenességet, ezt a vezényléses rendszert, amelyik egyébként a rendőrség kifáradásához vezetés a különféle megyékből oda vezényelt rendőrök ahonnan eljönnek, ott ö, ö, hiátus helyzet, közbiztonsági hiátus helyzet keletkezik. A Magyar Honvédség erőit pedig szeretnénk mi hamarabb kivonni a határüzetből, hiszen a szomszédos országban súlyos háborús konfliktus zajlik, vissza kell, hogy térjenek a nemzeti és a NATO kötelékek bevégrehajtott gyakoroláshoz, az új fegyverek használtának az elsajátításához. Ezért zajlik a végleges megoldás igényével a határvadász erők kiképzése, és zajlik a kerítés megerősítése is, hogy megakadályozzuk a létrás áthatolást, amelyik az utóbbi egy-két hónapban tipikussá vált. Az, hogy több irányból is nyomás alatt van a magyar határ, már migráns szempontból, ez különleges plusz feladatot, valami tró a határvizet. Ez, ez könnyű belátni, hogyha naponta átlagosan 600 és 1000, 1100 közötti határsértő kísérletezik a határon, akkor az bizony több lett feladatot jelent ahhoz képest, amikor hát egy normál időszak zajlott. Itt a szerb szakaszról van szó elsősorban, de van hatásértő mozgás a román szakaszon is, ahol a román határozati szervekkel nagyon hatékony együttműködésbe közösen látjuk el a feladatokat, és hát egy egészen más típusú nyomás alatt áll az ukrán szakaszunk, ahol pedig menekülők érkeznek nagy számba. Éppen a tegnapi napon haladta meg a 900 ezret a Magyarországra érkezett menekült lési célból beutazó ukrán állampolgárok száma. Hozzá szeretném tenni, hogy annak idén a háború kitörésekor az ENSZ előrejelzése 250 ezer főre becsülte azoknak a számát, akik majd Magyarországra érkeznek. A magyar kormány 900 ezer fő körül becsülte, hogy várható ez lesz, hát most ezt a határt elértük. És mivel a háború vége jelenleg nem látszik, véletőleg folytatódni fog. Ez, ez hát egy más típusú, egy menekült eljárással összefüggő rendvédelmi feladatellátást és nagyon fontos szociális egészségügyi szűrőmunkát tételez föl túl azon, hogy a Magyar Honvédség erői is a határbiztosítási feladatokból ott, rész, ott is részt vesznek. A határőrizet egyébként egy több lépcsős hatékony rendszer, amelyik komoly technikai támogatással, mélységi járőrözéssel, hozza meg azt az eredményt, hogy az átjutott személyeket el tudjuk fogni, vagy közvetlenül már a kerítésnél megakadályozzuk az átjutást, vagy az átjutás követő rövid időn belül kerülnek elfogásra. Teban, akkor most mindannyian néztük a híradóban, olvastuk a híreket, hogy új terepjárókat kaptak a hatát védő kollégák. és ez, olvassam, hogy mindenne fel van szerepe nyilván idézőjelben. Mi van benne, amitől különleges? Ezek a Toyoták, Toyotákról van nagy, szó, a nagy Toyotákról, úgy nevezik ezt, hogy nehéz terepjárók, ebbe éjjellátó berendezéstől kezdve mondjuk úgy, hogy páncélozott védelemig látták talán a kedves nézők is, amikor mondjuk létrákkal támadnak az odaérkező járművekre és súlyos károkat okoznak a járművekbe, ezekben a járművekben létrával nem lehet kárt okozni, megfelelő tágasságú, megfelelő eszközök elhelyezésére, megfelelő helyen rendelkezik, és alkalmas arra is, hogy az elfogott személyeket szállítsák. A felvételeken lehet látni, hogy ha véletlenül lát tud jutni valaki a két serítéssel közé, gyakorlatilag azonnal ott vannak. Ami... Igen, mert egy, egy olyan elektromos, elektronikus rendszer működik a határon, amelyik éjszaka is érzékeli a határt megközelítőket, hőkamerás rendszerrel, és nappali kamerákkal érzékeli a rendszer azt is, ha valaki megpróbálja átvágni a kerítést, és ilyen kis térség irányító központokban a monitorokon látják az egész repszakaszt, és időben észlelik a határhoz közeledő csoportokat. Vannak aztán, amikor a, a bandák különféle módszerekhez folyamodnak, hogy egyik ponton megtámadják a kerítést, az ott lévő járőröket, ar arra próbálják rábírni a rendvédelmi szerveket, hogy oda erősítés küldjenek, és közben akkor talán majd nagyobb esélyük lesz egy másik szakaszon nagyobb csoportok bejuttatására. Ez egy valóságos harc, ami zajlik a, a határon, bűnözői csoportok és a magyar rendvédelmi erők és a magyar honvédség erői között. A hírekben azt is lehet látni, meg tábornokról is már szótajtettünk róla, hogy mintha emelkedne annaknak a baleseteknek a száma, amelyet gyakorlatilag azok az embercsempészek okoznak, vagy általuk megbízott személyek, akik vezetik a járművet, és mögöttük migránsok vannak. Mindig is volt egy-kettő, de mintha most több lenne? Valóban, balesetek gyakran előfordulnak. Ezek nem ennyire nagyon gyakran, de időnként személyisérüléssel is járnak, akár a gépkocsi vezető megsérül, akár a, a járműbe elrejtőzött személyek. Többnyire abból ered a baleset, hogy a Nyilván egy sok éves tapasztalat és megfelelő informáciák alapján kiválasztott áthaladási csomópontoknál rendőrjárőrök vannak, és az esetek túlnyomó többségében megfölismerik a járművet, akár az előfutót, mert általában van előfutó is, akár a szállító járművet. Általában az történik, hogy a rendőri jelzésre nem állnak meg, balesetveszélyes helyzetet idéznek elő, kockáztatják a rendőrök testépségét, majd pedig megkezdődik az üldözés, a rendőri üldözés. És ugye a tapasztalatlan, egyébként is ideges gépjárművezető ilyen esetben elég gyakran fának ütközik, árokba szaladt, tehát ilyesmi típusú balesetek fordulnak elő, elég nagy mélységekben is. Tábornok úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm.